Több mint negyed évszázados múltra tekint vissza a Mikulás futás Nyíregyházán. Tavaly közel 2000-en futottak, az idei december 2-ai futásra is legalább ennyi résztvevőre számítanak a szervezők. Az óvodásoknak és általános iskolásoknak rendezett egyéni 400 méteres távon kívül családi futás is szerepel a programban. Ennek célja, hogy a szülők gyermekeikkel együtt kézenfogva teljesítsék a távot. 10 órakor kezdődik a rendezvény egy polgármesteri köszöntővel, azt követően pedig lesz az óvisoknak egy táv 400 méteren, lesz az 800 méter az általános iskolásoknak, lesz 400 méter a családi futás, ahol egy felnőtt és egy gyerek fog részt venni a futásba, és természetesen hirdettünk egy Mikulás szépségversenyt is. A Mikulás szépségversenyre várjuk minden olyan városlakót, vagy éppen városon kívüli lakókat, akik kitűnő Mikulás felszerelésekbe fognak érkezni, hiszen minden egyes versenyszámba az első három helyezettet díjazzuk, tehát a dobogóra fognak állni aranyezüst bronzéremért, ugyanígy van ez a Mikulás szépségversenynél is. A szervezők minden évben színes programokkal is készülnek. Már harmadik éve ellátogat a rendezvényre a Mikulás Express is, amivel gyerekek és felnőttek egyaránt utazhatnak. De nem maradhat el a cukorágyú sem, amiből az idén négyszer varázsolnak majd cukoresőt a gyerekeknek. De a támogatók is számos meglepetéssel készülnek. Már évek óta mellé álltunk a nyíregyházi Mikulás futásnak, mint névadó szponzor. Most is a helyszínen leszünk sátorral kitelepülve, a kollégáim apró ajándékokkal várják a gyerekeket, lehet kérdezgetni. OTP pénzügyi pontnak a képviselői lesznek a helyszínen, akik fiatal kollégák, értenek a gyerekek nyelvén, segítenek bármilyen kérdésbe. Ők azok, akik járják Nyíregyháza általános iskoláit, és pénzügyekről tartanak edukációs előadásokat, melynek a lényege az, hogy már úgy kerüljenek a felnőtt világba be a gyerekek, hogy van fogalmuk a pénzzel való bánásról. A távot teljesítők egy tombolát kapnak. Ezzel sorsoláson a több mint 100 ajándék valamelyikét nyerhetik meg a Mikulás futás résztvevői.